Jó reggel, Vietnám, üdvöt csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 furrealisztikus gameplay sorozattal, amiben Keeper szigorú szabályok között realisztikusan próbál játszani. Egyébként írtatok egy csomó mindent, amit szeretnék nagyon gyorsan megmutatni nektek, amit Farming Simulator 22-ben tök jó alkalmazni. Például, elnézést, a boltnál egyébként meg vagyok fázva, úgyhogy lehet, hogy ilyen orrhangom van, meg minden, valószínűleg biciklire ráfagyott a seggem itt a játékban, nem tudom, hogy mitől lehet. Az egyik dolog az, hogy használt gépeket most már lehet venni. Itt igazából elérhető néha-néha használt gép, de az tök jó, mert nagyon olcsón megkapod, látjátok, hogy ilyen több mint 50%-os kedvezménnyel is. Ugye írja, hogy mennyit volt használva, meg ilyesmi, de tök jó, úgyhogy frankó. A másik dolog az meg az, hogy a modokat itt most már külön elérhetjük, szóval nem kell mindig kikutatni, hogy úristen, hova tűntek a modok. Azt hiszem, ez régebben egyébként lehetett külön nézni a modokat, nem is tudom melyikbe, 17-be vagy 15-be. Aztán az így elmúlt, aztán most meg már megint van, és ez tök jó szerintem. Ó, milyen jó. Oda nézzetek. Lehet, hogy ilyen docot kellett volna venni, vagy pedig egy MTZ-t, ugye? Na mindegy, csapjuk neki. Az a cél, a mai cél, hogy legyen nekünk egy darab ekénk, hogy te tudjak kezdeni gazdálkodni itt ezen a területen. Ugye azt kellene, eke kellene először, de bírjátok ezt a bérmunkát, és én is bírom, és úgy gondoltam, hogy akkor mindenképpen folytassuk a bérmunkázást, meg... Azért is jó a bérmunka, egy az, hogy pénzt keresünk, egy az, másik az, hogy megtanuljuk a gépeket, ugye, a különböző folyamatokat realisztikusan kezelni, mielőtt elkezdjük a munkát, a saját telkünkön, de ezen kívül még az is jó bánna, hogy... Elfelejtettem. Hogy keresünk pénzt, ezt mondtam. Na, és nem a szántást, hanem a talajlazítást kellene csinálni most már, mivel a következő folyamat jöhetne. Na nézzük, milyen területek vannak. Egyébként valami retrogépet még nagyon szívesen kipróbálnék. Ez milyen retrogép? 0,50-es terület. Ja, és azt akartam mondani, hogy mapot is megtanuljuk. Ugye 50-es terület, mondjuk az pont itt van. Nem tudom, mondjuk az meg egy jó szűk, gyerekek. Ezt megcsináljuk az 50-es területet ezzel a géppel. Nem is tudom, milyen gép az. Az valamikor a New Holland akar lenni? Srácok. Karol Horton, azt hiszem ennek dolgoztunk ezelőtt is, nem? Jól emléksz? Ez valami korai New Holland. Ez egyébként egy Kubota, nem? Ez egy New Holland. Ez meg egy korai New Holland, de na, ez a... semmit nem tudok. Na, várjatok. Tárgyak kölcsönzés, azt menjünk, jó, srácok? Nyomjuk neki. Fölpattunk a biciklire, erre aztán már csapjuk is neki. Ajj. Egyébként tényleg meg vagyok fázva. Képzeljétek, hajnali 1 óra 10 van, most veszem fel a videót, mert egyszerűen olyan szarul voltam, hogy le kellett feküdnem csicsikálni egyet, aztán most meg bubukálni, azt most meg most keltem föl. Jó, küldjük neki, gyerekek. Kíváncsi vagyok, milyen traktor. Meg ugye az a durva, hogy ugye minden traktornak más a kezelése, főleg akkor veszed észre, amikor így egy ilyen realisztikusabb gameplayt próbálsz ugye megprodukálni, főleg kormánnyal, váltóval, meg minden, mert ugye például más a váltókiosztás, minden teljesen más ezekbe a gépekbe. Na, csapjuk neki, és akkor megvesszük az ekénket, és akkor tudunk majd szántani. Nem tudom, melyik régebben egy videós próbált a Farming Simulátort, aki nem nagyon foglalkozott előtte ilyenne, azt mondta, hogy ekézni. Veszek ekét ekézni. Jó, tudom, én sem vagyok egy nagyon vérprofi, de azért próbálkozik a képer. Oké, letámasztottuk a biciklit, remélem a golfunk még megvan. Na, ez micsoda, gyerekek? Akkor biztos olyan nagy hülyeséget mondom. Ez egy Valtra? Ez egy Valtra, gyerekek? Ez mikori évekből való? Mert igazából elég olyan retrónak néz ki, de annyira mégse. Mert úgy látszik, hogy itt még a vas fémet használtak. Mondjuk a sárvédők már műanyagok, ugye leginkább abból lehet meglátni, hogy minél több a műanyag rajta az újabb traktorokon. Jó széles üdét adtak hozzá, jó széles eszközt. Orsúlyunk is van? Orsúlyunk is van? Nézd, nem tudok beszállni itt a gyerekek. Na, szálljunk be, nézzük meg. Belső nézetbe természetesen. Azt a betyár, van itt minden. Nézzük meg mindenképp a váltókiosztást. Csak először indítsunk egy motort.
És igen, 1, 2, 3, 4 fokozat, és előválasztó, azt szerintem meg van egy low, meg van egy medium, meg egy high, talán, mert van egy LL, egy M és egy H. Hát mindjárt kiderül, akkor nyomjunk egy L. L és egy egyet, és vagy egy mínusz egyet, hátrafele is ugyanannyi sebességi fokozat van, jó, nézzük. Igen, 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 akkor ennek szerint ez úgy működik. De jó, na, fel kellene venni az eszközöket, vegyük fel a, akkor mondjuk először. Egyébként egy médium fokozatba kellene azért menni. Vegyük fel mondjuk azt. A kultivátort. Gyerekek! Hova kell mennem? Jó, hát tudom, hogy hova kell mennem. Úristen, ennek egy izé, át tudod fordítani. Nézd meg, van izé, kicsi kormánykerék, tudod? Tudod? Hogy az ülést át tudod fordítani, és hogy a függesztet, vagy pedig eszközfordozónak használod a gépet, akkor ott a kormánykerék hozzá. Á, hát ez nagyon jó, hát most ugye nem fogjuk használni ezt a funkciót, de különben epic. 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 Ugye bizonyos traktorok tudják ezt. Ugye nem csak olyan van, mint a késznál, hogy az egész kabin fordul, hanem az ülést tudod átfordítani, és akkor konkrétan tudod eszközkordozóként használni, például mondjuk rakodógépként a járművet. Na, várjátok, egy kicsit jobban rájárok, mert a keeper ezek nem tetszik, hogy ilyen hanyagul, szarul jártunk rá. Na, így már mindjárt jobban tetszik, nem? Na, pattanjunk ki, aztán csatlakoztassuk az eszközt. Ide jövünk. Ogyni. Kellene nekünk egy orsú is, de ezt mondjuk föl kell emelni. Arra kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor, amikor fölemelem... Nem tudom, itt ilyenkor nem láttam, hogy hidraulikakar így mozdult volna. Na, hol van az orsúlyunk, gyerekek? Hol van az orsúlyunk, ha? Hol a szarban van? Hol az? Hol az orsúly? Ott van a... Jó, van, oké, akkor hátrafele szépen veredhetjük. Még lehet az orsúlyt kell volna először fölvenni, mert most meg így neki megyek mindjárt kerítésnek, de azért próbálok figyelni természetesen. A raklapokat nem szétborítani. Ó, milyen durva, pont egy Valtra, pont ma láttam egy Valtrát, TikTokra raktam róla ki a videó. Ügy, gyerekek, ez lehet, hogy besokoltunk. TikTokra raktam róla ki egy videót, pont ezért kultivált. Mekkora durva! Milyen ideig véletlenek vannak, gyerekek, hogy pont egy Valtrát láttam ma. Az egy ilyen bordó volt. Szerintem egyébként azért tévesztett meg, mert csak bordóban láttam ezeket a gépeket. Hát nem ártana az orsúlyt is felemelni, mert különben végig toljunk mindenen. Rakjuk egy országot itt fokozatba, meg írtátok, hogy nyugodtan el tudok indulni egy traktorral ilyen nagyobb fokozatba is, szóval nem kell itt erőltetnem azt, hogy folyamatosan kapcsolok vissza 48, vagy fölfele 48 fokozatot. Index. Egyébként abból is látszik, hogy ez a gép, ez nem egy mai csirke, mivel ugye nagyon manuál a műszerfal, műszerezettség, semmi nulla digitalizálás van. És gyerekek, hova kell jönnem, bazze? Komolyan mondom, hogy kicsit el vagyok veszve. Aha, itt bal oldalt ez a hosszú föld lesz? Nagyon ingyen meglátjuk. Jobban szeretek hosszú földön dolgozni, mert akkor kevesebbet kell fordulni, érted? Ez egyébként ezen az úton... Aha, ő lesz az. Hát bazze, ez nem kicsi, gyerekek, ez nem kicsi. Egyébként írtátok, hogy mindig nézzem meg a földnek az elrendezését, hogy nekem hogy a legjobb, és hogy érdemes nekem megmunkálni, hogy ne nagyon kapkodjak mindig, hanem tényleg az előző földet is például, hogy keresztbe húztam volna, akkor lehet, hogy jobban járok. Mert akkor nem lejtőn mész lefele-fölfele. A gyerekek, ez nem rövid. Egyébként ott van valami elaróhely, vagy valami, csoda, ott egy háznál van valami íze, van valami boltszerű. Jó, hát ez jó hosszú, de nem baj. Úgy gyerekek, amire ezt megcsinálom, arra nem megy a nap, nem? Ja, meg ezért is kellene használnom. Azt is írtátok, hogy miért nem használok kézigázt. És akkor nem kell az, hogy pörgeted mind az istenyira, hanem megtalálod a megfelelő sebességfogadatot, mondjuk egy ilyen, lehet, hogy egy ilyen médium 3. Bájtod a kézigázt, ugye ezen a Heavy Equipment seten itt van egy ilyen tekerő,
be tudom állítani konkrétan, mint a tempomatot ugye, és mint kézigázként. És akkor annyi, hogy csak arra kell figyelnem, hogy ugye leengedem az eszközt, meg elindítom a kéligázt. Na, mert mindjárt rá is nézünk, akkor ez hogy fog működni. Elindítom a kéligázt, meg engedünk egy eszközt. Hát megpróbáljuk egy ilyen médium 3-as, hogy ez hogy fog muzsikálni. Gyerekek, bazza, nem ide kellett jönni? Nem mondod, hogy nem ide kellett jönni? Bazza! Vagy a túl felül? Az út túl felül? Nem viszed el! Hallod, rosszat akarok szájzni! Rosszakat akar megmunkálni a képe, menjünk innen, öcsém! Hát öcsém, ez durva volt! Bocsánat, de hányszor előfordul ilyen? Hát még én is hallottam a környezetemben, hogy szokták mondani, hogy ilyen nem jó, kiventett, nem jó terület, azért szántott meg minden. Megnézzük itt a másikat, gyerekek. Hát lol! Elolvott a hó. Hát lol, ez lol volt nagyon, ez nagyon vicces volt. Hát itt meg az izék vannak a vadak. Eszik a termést, lehet, mondjuk ez már sok minden, nem. Á, gyerekek, hát remélem, hogy ez lesz az, hallod? Hogy megörültem neki, hogy ezért van itt? Na, mindegy. Megpróbáljuk ezt. Hülye gyerek. Ó, ez lesz az, baza. Jéééé, de hülye voltál. Márján, egy kicsit lehet, hogy nem a szélre megyünk. Na, és akkor most úgy csinálom, ugye, hogy kézigázza. Mert hát szerintem... javítsatok ki, ha tévedek, de... nem az van, hogy folyamatosan áll a paraszt, érted, a 8 hektár földön is a gázpedálon is próbálja szabályozni, hanem kézigázt rátolja, és akkor annyiba megy éppen, amennyivel ő akar ér, nem? Ez így van szerintem. Ó, hát ez így, na így ez mindjárt kelleves. Jaj, ne gyerekek! Hülye voltam! Csináltam egy visszaállítást, egy beállítások visszaállítást, és ennek köszönhetően sikerült állítanom a izét, a holtjátékát a kormányomnak. Mert billentyű kombinációkat próbálgattam, aztán visszaállítottam, de úgy látom a kormány holtjátékomat is elcseszte. De nem baj, azért kibírja a képer. Itt mi van? Itt van valami előpont, meg mi az? Figyeljetek, ott áll egy csaj. Na mit csinálsz? Mit csinálsz? Mare ott áll-e? Figyelj, ott áll a izé lépcső aljár. Ráverek a seggedre. Na, gyerekek, és akkor okos baszt kéne csinálni, ugye, hogy szépen próbáljuk minél később kiemelni. Úgy. És akkor fordulhatunk vissza. Ferike, trollkodott velem, ki is raktam Instára azt a képet. Az a rögött, hogy ezelőtti részben folyamatos tiltáson mentem a traktorra. Úgy igaza van. Folyamatos tiltáson közlekedett a keeper. Ilyeneket írogatott, hát úgy rögtem. Egész végig azt vártam, hogy mikor levél el a hengerfejed. Meg nem is tudom, mit írt végig, hogy... hát habzik az olaj abban a traktorban, te szerencsétlen. Na, egyébként azt vettem észre, hogy tükrök néha tudnak bagolgatni itt a játékba. Milyen durva, pont ugyanígy kultiválni láttam egy Valtrát ma. Ezt el nem hiszem, gyerekek, hogy ez van, nincsenek véletlenek. Komolyan, nincsenek véletlenek. Én ebben hiszek, hogy nincsenek véletlenek. Ezt most beveszéli az ember magának, de túl sokszor történnek olyan dolgok, amik bazán nem láttam Valtrát kultiválni életembe. És akkor pont ma, és én nem tudtam, hogy ez az. És érted, akkor meg pont kiválasztok egy traktort, azt hittem, hogy valami korai New Holland, erre meg Voltra. Hát hülye vagy. Ezt nem hiszem, itt egy kicsit görbén húztam, ezt itt most lehúzom egyenesbe. Tudom, hogy egy kicsit nem tökéletes. Nem tudom lehúzni egyenesbe, jó van. Jó, hát ilyenkor azt csinálom, hogy figyelek arra is, hogy ne tiporjam már le a szomszéd földjét, nem gyerekek?
Úgy gondolom, hogy egy ilyenre is azért nem árt figyelni. Pont néztem az izét, egyébként TikTokra raktam ki róla a videót, hogy a Boltrával izét. Te mondtam már, hogy kultivál a csávó. És egyébként tök turva megismertétek, ilyen tök messziről a traktor. Amit akartam mondani, hogy... Ő is ugye... Pedig ő se egy évbe fordult, hanem tolatott. Szóval... pedig azt ismerem fickót, mert itt lakik a faluba, ahol él. 30 éve vagy 40 éve traktorozik, szóval biztos nem ma kezdte a szakmát. Ha. Jó, kicsit pörgettük. Nem tudom mekkora fordulaton kéne vinnünk. Megpróbáljuk egy 4-be? Így nagyon szenved, nem? Így nagyon szenved, ugye azért ennek a traktornak nincs akkora lökett térfogata. Így konkrétan 1000-es fordulaton megyünk. Szerintem az se tesz jót neki, nem? 1000-es fordulaton kultiválok. Ugye nagyobb lökettérfogató traktorok azok alapjárat közeli fordulatszámon is elviszik. Például egy kirovetsz, főleg ugye nem is tudom 22.000 köbcent is azért azzal el lehet. Hát nem tudom gyerekek, mondjuk elviszi így is, akkor miért ne? Nem igaz. Hát ott. Meg gondolom, hogy a fogyasztás befolyásolja, hogy mekkora fordulatszámon dolgozok. Na, így már Ferika nem mondhatja, hogy habzik a izé, a szolaj. Csak mondhatja, hogy a görbülnek a hajtókarok, mi? Jó, hát igazából figyelj. Nem gép, hanem bírja, nem igaz? A végét majd lehúzom, hogyha teljesen nem érek ki. Ugye visszaszedem egy kicsit balra, utána jobbra. Akkor jobban el tudok venni jobb egy évbe. Ezt is írta egy srác. Köszönöm neki, egyébként nyugodtan jöhetnek a tanácsok. Próbálom megfogadni őket, higgyétek el. Még ide most nagyon nem jól álltam be. Jó, én egy 10-zel fogok kultiválni, nem fogok 15-tel, ugye az eszköz az valószínű, hogy tudná. Nekem még tanulnom kell a dolgot, meg éreznem kell ugye hogy kell mennem, szóval nem akarom elkapkodni. Viszont, hogy a holtjátékot sikerült elcsesztem, csak most nem akarok vele cseszegelődni. Meg amúgy is nem akarok a menübe turkálni, még ilyenért se. Úgy gyerekek, amikor éri itt az energyt, vagy? Hát itt egy... Most még a Feriket tényleg, most azért csesz le, hogy izé... Milyen kis fordulaton szenvedtetem. Mekkora fordulaton lenne érdemes egy ilyen kisebb traktor? Tudom, hogy nem olyan nagyon kicsi traktor ez, de azért mégse egy rába. Még szépen elviszi. De nekem így meg egy kicsit szenvedősnek tűnik a hangja. Így egy kicsit szenvedős. Milyen durva ide, szomszéd földjét akarta, hogy hülye ideérő, mi? Megmunkári. Brem, 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 brem. Na, és akkor meg tudom venni az ekémet. Azért így legalább eljárok dolgozgatni. Akkor így meg van valami hasznom, hogy... Ugye egy kicsit tolatú. Egyébként ugye vannak már automata gépek is, tehát azért se akartam modern gépekkel kezdeni, mert nagyon sok, ahogy néztem. Az újabb New Hollandok például, azok full automaták. Gondolom valami hidrováltós, akármincs oda. Tehát, de te elfelejtheted, hogy te váltogatsz. Az meg valahogy nekem, hogy... Valahogy úgy nekem az nem annyira jött be. Jó volt ez a 4-es szerintem, úgyhogy akkor maradunk ebben. Leengedjük az eszközt. Oké. Okay. Ja. Úgyhogy
Szerintem így... Ó, vadak! De ez mekkora hangulat! Ez mindig így rácsodálkozok, tök örülök neki. Márint így... Ez például olyan játékban nagyon kellett, hogy vannak ilyen vadak, nem? Még emlékszem, 15-ben voltak ilyen módok, amit így le tudtál rakni, azt ilyen statikusak voltak. De ez, hogy így izél neki, így a futkorásznak, ez barom jó. Gondolom nem tudod elütni őket meg semmi, de ez nagyon adja a hangulatot. Egyébként képzeljétek el, hajnali fél kettő van. Tényleg, most veszem fel a részt, mert rettenetesen beteg vagyok. Nem tudom, hogy mi... Mindig sikerül megfáznom ilyenkor ősszel, meg tavasszal. Aztán szenvedek. Aludnom kell délután. Hát a... Ez a tipikus, látjátok, erről beszéltem, hogy amikor megfogadja az ember, hogy mindenképpen kell kirakni a részt, hát nem kell, hanem így eltökél valamit magának, akkor tényleg olyan szintre elérsz egy idő után, hogy hatodik haszakad, ha fél kettők, ha hajnali fél kettők, akkor úgy veszel fel részt, hogy másnap mész dolgozni, akkor is fel fogod venni. És ez a jó, hogyha nem hagyod ki ezt. Már Farming Simulator 19-es sorozatomban beszéltem erről, hogyha valamit eltökélsz, akkor azt csináld rendületlenül, mert hogyha egyszer kihagyod, akkor utána már, hogy sokkal könnyebben fogod még egyszer kihagyni. Jó, ez most nagyon élem, gyerekek, így. Most ez így még jó is jött ki. Ez így korrekt. Kicsit nehezebben irányítom. Annak köszönhetően, hogy a hód játékot sikerült elhajtanom. Milyen durva van ez? A dudák nincsenek megcsinálva szerintem, az úgy mindig ugyanaz. Egyébként szerintem, hogyha elviszi ilyen 1200-as fordulaton, gond nélkül, picit nekem szenvedősnek tűnik a hangja, de hogyha elviszi, akkor miért nem? Most tényleg túlzás volt az előtti részben így. Oda nézedek, repülő szarvas, mare, az meg biztos, hogy a Rudolf, az volt fenn. Menjetek innen, gyerekek, itt az erdő szélben, bazza, itt futkorásznak ezek a dögök. Megkurkoljuk őket, nálunk egyébként Rádon, nem is Rádon, ilyen, most ugye vannak szaporodó a szarvasok, régebben nem nagyon voltak, szoktuk így mondani, hogy azért, mert kihaltak a rapsicok. Hát nálunk olyanok voltak, gyerekek. Nem tudtál úgy átmenni az erdő, hogy ne gabajottál volna bele a hárdal mindenféle urokba. Ezt most halál komolyan mondom. Egy kicsit dadogós így, kicsit dadogós. Eszi a kukoricát, e? Mondjuk az, aki meghagyta a januárig a kukoricát, az sem normális. Na, igen, gyerekek. Úgy gondolom. Ja, egy csomót segítettetek, köszönöm szépen az előző részhez írtatok. És nyugodtan írjatok ide is. Például ugye írtátok többen, hogy nem kell váltogatni a traktorral. Ő neki van elég nyomatéka, hogy elindul egy magasabb sebességi fokozatba is. Tehát ne azt csináljam, hogy kihúzatom és akkor fölváltam szántás közben, mert nem kell, hanem beteszem mondjuk valamelyik fokozatba. Megindítom. És akkor azzal a sebességgel, meg azban a fokozatban végig tudok menni a földön. Ez inkább így működik a traktorok. Na hát úgyhogy köszönöm szépen, tényleg. Viszont ez a kézigáz, ez meg megint nagyon bejön nekem, az tök jó. Mert különben gázpedállal tök nem tudott tartani ezt a fordulatszávot, mert az a baj, hogy ugye ahogy elkezdesz lefele menni, akkor ugye vissza kell engedni a gázt, amikor fölfele vész, nagyobb ott harap a, mondjuk az eke, akkor ugye adagolnod kell, de nagyon könnyen felpörgeted, és akkor állandóan játszanod kell. Ez a kézigáz dolog, ez meg egy kellemes dolog, és szerintem ez használatban van, hát mert az MTZ-ken mindenhol ott volt ugye a kézigáz, amit előre tolt, aztán akkor ad menjen. Itt bal oldalt volt ugye a műszerfal oldalán, ha jól emlékszem. A kézigáz, meg indításkor is ugye azt szokták ráhúzni például. Ugye javítsatok ki, hogyha tévednék. Nem, mindjárt megvédjünk, egyébként rálóg itt a bokros erre a földre.
Tök autentikus ez a map. Na, mindjárt kiemelünk. Sajnos a konfigurálásba nagyon bele tudok keveredni. A izének a konfigurálásába a kormánynak. Az a baj, rettenetesen sok gomb van rajt. Ugye maga külön eszközként kezeli ezt a heavy equipment setet, amelyik ugye, vagyis ezt a panelt, amelyik itt kormányom mellett foglal helyet. Meg külön eszközként a kormányt. Ugye a kormányon is van 10 sok gomb, a panelom 20 sok gomb, azt tök bele tudok keveredni. Ugye nekem kiméljük a gépet, meg még ráadásul. Ízét azt lehet, hogy fel fogom rakni. Hogyha most így kezdünk belejönni ugye az irányításába a gépeknek. Azt fogom csinálni, hogy felrakom azt a modot, amivel ugye külön kapcsolod az összkereket, külön a diffizárat, meg egy ilyen kiterjesztett display is van, hogy ugye mit tudom, hőfokot tudsz nézni, meg ilyeneket. Azt szerintem úgy tök jó lenne, az így ilyen autentikusabb lenne. Frankó, tetszik. Egyébként HUD nélkül lenne a legélvezetesebb játszani szerintem ez a... Repülő szarvasok vannak, gyerekek. Most jöttek le. De mi a szart keres itt ennyi szarvas ezen a földön? Összesen nem láttam a játékban ennyi szarvas, mint ezen a földön, ami van. Na, lassan végzünk ám, szépen haladunk. Szerintem egy ilyen folyamat egy részbe bőved elég, majd esetleg vállalunk olyanokat, amik ilyen nagyobb gépekkel lesznek, de először tanuljam meg. Kis géper, ne az legyen, hogy izé. És ez sikerült fölvennem? Nem. Mondjuk a kultivátort szerintem fölvehetem álló helyzetbe is. Meg lerakhatom, nem kell menet közbe, de hát hogyha már egyszer van rá opció, akkor miért ne rakjam le menet közbe? Te volt a sor? Itt adja igazából! Ebben a belső nézetben tök más, hogy az első keréknek is látod ott, ahogy fordul, és szinte érzékeled azt a nagy tömeget, amit a már csak az első kerekek, meg az első híd ugye képvisel. Na most a kukoricába egy kicsit bele sikerült tolatnunk. Itt ezt lehet, hogy nem fogom tudni egybe. Nem baj, megpróbáljuk. Gyerekek, egész végig ugye tök jó akar menni, csak amikor beleér a kultivátor a földbe, akkor meg így örlen egyet, hogy akkor azért kéne neki, kéne az energia. Hát ez valószínűleg nem fogom tudni egybe lehúzni, úgyhogy nem is erőlködök. Mondjuk néha körülnézhetnék. Dehogy nem, úgyhogy akkor kicsit mehetnék jobbra. Ugye picit egymásra szán kultiváltam, lazítóztam. Mert ne az legyen, hogy gyerekek itt a fák belógnak, nem tudom, hogy nem el lesz gond. Inkább egymásra lapoltam, nehogy az legyen, hogy csikokat hagyok, mert azt még nehezebb eltüntetném. Ugye ebben van nőve itt az bakros. És itt miért nem csinálják, vagy Farming Simulator 20? A Farming Simulator 22-ben gondolom már több növény van. Itt már nem csinálják azt, hogy ilyen föld alatti fákat raknak le, hogy legyen bokros. Ó, egész jó. És itt van egy kis kiszögellés, azt még ugye meg kell csinálnom. Meg a két végét megcsináljuk. Szépen csináljuk meg, gyerekek, adunk a munkánkra, jó? Ez simán jobb egyébként, jobban sikerül már. De jó, milyen ez? Nincs befagyva az a... Kíváncsi vagyok, hogy ez öt év folyóba mehettem, gyerekek, vagy mi volt ez alatt? Az előtti részben. Nézd meg azokat az első kereket, meg azt az első hídat. Hát, nagyon jó, gyerekek. Majd amikor MTZ-vel megyünk, úristen, ilyen furcsa lesz oda visszajönni egy ilyen retrogépbe, mert ugye mindenképpen a magunknak retrogépeket veszünk, hát figyeljetek, bérmunkából úgyis modernem gépekkel dolgozunk. Na, próbáljuk meg egy izét. Így. Most saját magam adagolom a gázt. Csak az a gond, hogy itt azt a betyár, gyerekek.
Aha. Itt vannak gondok, gyerekek, vannak gondok. Mi történt? Mi folyik itt? Van itt fa, minden. A szélét le kéne húznom. Elmegyünk távolabb, mert rá se látok normálisan. Hát egyébként a belső részben nagyon adja. Feltétlen, sokkal jobb, azt mondom. Na, elmegyünk arra, jó? Engedem. Bazd, megtorpa rendesen a gép, gyerekek, amikor ide jössz. Amikor leengedem. Jó. Itt rámehetek szerintem, ez csak ugye tarló. Szóval ez nem olyan nagy probléma. Na, mi a szitu itt? Oké. Okay. Itt visszamegyünk, meg egyszer eljövünk, aztán szerintem jó lesz. Úgy megfogja a gépet. Oké. Okay. Oké, okay, srácok, szerintem meg is vagyunk. A legszélét kellene lehúznunk. Ide visszamegyünk. Hoppá, elnézést, beleütöttem a mikrofonba. Ide. Hát nem sikerült teljesen, na mindjárt. Egyébként olyan ködös idő van. Most találkozom ezt, olyan furcsa érzésem van, hogy tényleg ilyen nagyon ködös, ilyen téli ködös idő van. Ilyen annyira adja a feelinget a játék, az időjárás effekteket, hogy ez tök jó. Nem csak ilyen esőt, meg ilyeneket, hanem ilyen ködöt, meg ilyen téli időszak, amikor ilyen nincs hó, de mégis érzed, hogy tél van, nem? Na jó, gyerekek, akkor annyi. Kivágtatok a szélibe. Ezt lehúzzuk keresztbe. Ki sem megyek az útra, nem zavarom őket. Hanem inkább akkor tolatgatva. Úgy nélátor. Megy ez. Mekkora feeling. Mekkora feeling ez. Akkor is belehozzuk. Ahogy zuhog. Nem tudom mennyire halljátok, az a baj, olyan túl nagy hangerőt nem merek neki soha raknom, akkor meg ugye az történik, hogy... Ide nem kéne belevennem a patakba. Túlságosan nagy hangerőt rakok, akkor lehet, hogy nem halljátok, amit dumálok. Ezt akkor meg az nem lenne jó. Gyerekek, szerintem tök jók meg vagyunk, jó, ott maradt egy csomó. Elmegyünk föl, megnézzük, hogy ott mennyi maradt el. Mondjuk a föld szélébe, nem akarom összetiporni annyira. Egyik kerékkel rálógunk, elég az. Jó, megnézzük. Fölül mi a helyzet. Egyébként tök jó sikerült. Szerintem tök jó lett. Most nem mondhatja senki, hogy pörgetem nagyon a gépet. Próbálok normális fordulatszámba, tartományba közlekedni. Mondjuk a 8000 az nem a legnormálisabb, úgy kicsit visszavettem. Na, itt van egy kis hiba, itt lehet, hogy engedünk egyet le. Mondjuk nem high-ba kéne, hanem médiumba, ez az. Mennyire szól a vége? Szerintem kb. Majdnem sem ennyire. De azért lehúzom. Kukoricát nem kitiporni. Letaposás mód benne van, de ugye a szomszédét nem tudod letaposni, de hát akkor is. Hoppá, jön valaki. Elnézést. Álljon meg, lejött. Hé! Hey! Azt hittem nekem durrad. Mondom, az még így jó lenne. Na
Oké, gyerekek, meg is vagyunk. Mennyivel másabb ez a környék? Itt mentünk végig ezelőtt úton. Most meg ideje van. Most meg ugye el van olvadva a hó, az tök másnak tűnik. Na jó van, gyerekek, szerintem akkor mehetünk hazafele. Megpróbálom megfordulni. Mekkora forduló körünk van nekünk? Jó nagy. Úgy. Oké, gyerekek, megyünk haza. Nagyon messze nem jöttünk most el. Ezt egy picit bánom, mert tök szeretném megismerni a környéket. Egyébként, hogyha bármit elcseszek, akármit, akkor nyugodtan szóljatok, hogy próbálok tanulni belőle. Nem tud gyorsulni! Azért országúti fokozatba ki kell húzatni, mert ott el tud fogyni az erő, hogyha nagyobb fokozatba indulsz. Na, szépen oda visszük a gépet. Meg a 10-25-ös se le kell jönnöm szerintem az ekélyer, mert az is kéne nekem. Jó, a gyerekek, itt megállok itt, nem? Szuper. Na, hajtjuk. Kiszállunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Na, ez tetszett. Na, ízét néztem egyébként. Fú, egyébként nagyon lecsesztetek, hogy miért nem T-zét vettem. Úgyhogy lehet, hogy az, most azon gondolkodok, hogy így ebből a bérbunkából azért jön be egy kis zseton, zsuska. Lehet, hogy vissza kéne hoznom a T-25-est és venni egy MTZ-t? Vagy másikat nézni? Mindenképp el kell jönni a T-25-össel. Ó, de jó néz ki így ma. Tavaszodik, gyerekek! Mindenképp el kell jönni, mert ugye az ekér eljövünk, másért nem. És akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy nézzünk valami más járművet. Például ott volt az Eto Kristál, és ott volt az MTZ-k is, ugye? Mindjárt megnézzük őket. Ezt meg viszont le tudnám kaszálni. Gyerekek, az se lenne rossz, hogyha valami kaszált vennék. Mert akkor ugye ebből is például lenne pénzem. Na, mindjárt megnézzük. Bár aztán számtalan is jó lenne. De valami kaszát is lehetne. Bérelni nagyon nem akarok egyébként. Szintén nem. Ja, izével akartam menni, várjál. Futás. Mert megmondom őszintén, nekem sem annyira jön be ez a gép. Bár azt hiszem, hogy erre tudnék venni eszközöket is. Le kéne kapcsolni ezt. Na, nézzük a sebességi fokozatokat. Itt viszont fölrakod L4-be. Aha, és itt most... Ja, L, S. És most, hogy nincs hó, most már normálisan közlekedik. Akkor ez egy probléma volt eddig. Egyébként itt is használja a váltót. Ha, itt van köztünk, lábunk között. De jó! Ez nagyon jó. Akinek volt a valóságban ilyen traktor, ez tök jó el tudja vezetni. Mert tök... lehet neki ilyen barátságos, vagy ilyen ismerős. Egyébként nem nagyon... Bár tetszik ez a T-25. Nem tűnik olyan nagyon rossznak. Kormol, mint az Isten nyila. Ez a tipikus traktorkormol, ez a retro. Megnézzük azért, körülnézünk a kínálatba, megnézzük mennyit adnának érte. Hú, gyerekek, nem adtuk le a küldetést. Ó, nem adtuk le a munkát, vagyis nem vettük érte fel a pénzünket. Úgyhogy vissza kell mennem, ugye nem nézhetek térképet, szóval. Nem nyithatok mapot, hát most pörgetni fogom a T-25-ös, hogy haladjunk. Fölveszük a pénzt, azt megnézzük, mi a szitu. Aztán föl kéne szántani egyébként azt a telket. De ugye még bérmunkát végigcsinálhatnám az összeset. És akkor lehetne azt csinálnunk, hogy az összejövő bérmunkából pénzt, akkor ugye rá lehetne eszközökre fordítani. Na, álljatok, álljunk meg egy szóra. Úgy. Hangja az annyira jellegzetes. Egyébként nem használták másba ezt a motort? Mert nekem valamire annyira emlékeztett a motorja, de biztos vagyok benne, hogy nem erre. Na, azt mondja, hogy összegyűjt.
Meg is vagyunk, megcsináltuk. Tök jó. 1000 eurót kaptuk. Egyébként mondtátok, hogy ezeket a járműveket, hogyha összeszedem a mapon, akkor 1000 eurót kapok darabjáért, és azt szerintem tudom is, hogy hol vannak. Legalábbis kettőt tudok, ugye kettőt találtunk. Volt egy a izénél, az asztalosnál, meg volt egy, ahol a szalmát eladtam, ott is volt egy. És mondtátok, hogy azokat szedjem össze, ezek ilyen easter egg-ek. 1000 eurót kapok, hogyha összeszedem őket. Ez tök jó, akkor nagyon kell figyelni, mert valószínű, hogy van több is. Gyerekek, akkor nem, lehet, hogy egy csomó van. Körül kéne nézni, hogy ilyet találunk-e. Várjál már, hadd nézzük, itt benézzük a szomszédba, hallod? Hát, hogyha találok ilyen izét, ilyen easter egg-et. Gyalú, az való. Itt is van izé, asztalos üzem, vagy mi? Oh yeah, itt volt valaki, lol. Hello! Jó napot, nem látott egy ilyen izé, te tudja egy ilyen játék autót. Nem? Ezt nem tudom kinyitni, nem? Meg izé van, építkezés van. Érik a paradicsony, vagy valami csoda. De nem tudom, hogy ezek így ilyen full random helyeken vannak. Vagy valamilyen kötődése van a különböző... Lehet, hogy az eladási pontokon vannak? Mert ugye mind a kettő eladási ponton volt, szóval... Itt van egy mézet, itt a izébe, ott a szembe, lehet, hogy ezt megnézi a képer. T25-ös gyerekek, csodálatos gép, de lehet, hogy tényleg egy nagyobbat kéne venni. Itt van egy izé, van itt egy ilyen bauta szembe. Van egy méhészet, ezt lehet, hogy benéz a keeper. Mielőtt elmegyünk a bautba. Hát, ha találunk egyet, azt akkor több pénzük lenne. Már itt ide benézek, jó pillanat? Á, meg jó volt csopágy, ezzel nem akar megállni. Hát de mennyire hangulatos egyébként, figyeld milyen hangulatos el. Ez elvileg valami méhészet, de tök jó. Haj, Bambi, vej! Menjünk, ne, ne! Gomba! De jó, itt tudod eladni a mézet? Kaptárak. Valahogy, komolyan mondom, ez... Áááá! Kombány, hogy köfövednem? De várj, hát ezt nem tudom fövenni. Mert se kérdik, hogy... Mit, erret kell vagy... Megnézem, hogy itt az F1-et, bocs, de... Begyűjtés, R. Kilenc további tárgy van, gyerekek. Kombány, és kaptam 1000 eurót érte. Baró jó! Gyerekek, le kellene menni. Azt ne haragudjatok, de akkor menjünk már el érte. Van itt az asztalos üzemnél egy. Meg volt egy az eladó hely. Lehet, hogy eladó helyeken van akkor? De kettő tudok, hogy hol van, és akkor lesz plusz pénzünk, lesz 1000 eurónk. 2000 eurónk, többen mondva. És ezt a T25-öst, hogyha eladnám, akkor lehet, hogy vennénk egy másik nagyobb traktort. Nem? Hoppant jönnek el, várja. Indexolok egyet. Ezt gyorsan kifordulunk. Áááá! Azt a rohadt életbe! Nem adtam meg az elsőbséget. Jaj, more! Ha mit csináljak most? Mit csináljak? Ugye visszaállítás semmiképp nem akarok. Jaj! Balesetet szenvedtem. Le kéne állítanom a motort legalább. Jó, oké. Azt a rohadt életbe. Gyerekek! Mondjátok, tudjátok meg, szerintem itt a gameplay vége, mondjátok meg, hogy szerintetek mit kellene tennem. Azért próbálok valamilyen szinten realizmus felehajolni, hogy nem tudom, béreljek egy targoncát esetleg, vagy valamit, és azzal próbáljak lejönni ide, és akkor ez sajnos egy ilyen plusz költség lesz. Ha valószínű, gyerekek, ha minden esetre gyorsan hazafutok, sőt, azt kellene, hogy kéne bérelnem egy targoncát, és akkor...
Hozzá meg tudnám föl, vissza tudnám állítani, vagy valami homlokrakodós manitúd, vagy valamit. Hát a boltból bérlünk egyet. Nem tudom, valamilyen szinten én szeretnék a realizmusra menni, és visszaugratás nincs. Úgyhogy ez egy ilyen szabály, jó? Úgyhogy most jó rácsesztünk. Nézzük meg, hogy bérelni kellene. Targonca dolog kellene, gyerekek. Targonca. Szerintem, hogy homlokrakodó? Valami olcsóbbat. Ennek mennyi a bérlése? 2000? Mennyi francba, nincs sem valami olcsóság. Au, mare. Várja. Na mindjárt megnézzük, ezt megpróbáljuk kibérelni. Remélem, mi az? Remélem, nem fagytunk ki, vagy mi van? Aha. Mennyi a bérlése? Ó, 500, kibéreljük, gyerekek, kibéreljük, azt felállítjuk vele, jó? Ilyenre azért bérehessek, jó? Tehát, mármint úgy, hogy magamnak így szinte örökre, úgy nem bérlünk. Gyerekek, na, belső nézet. Újabb dolgot kell megtanulni. MTZ! Előbb tanulja meg a keeper, mint kéne. Elvileg ebbe 9 fokozatnak kéne lenni, ugye? Én jól emlékszem. Ja, várjál. Viszont most... Át van állva. Aha, a homlokrakodóra. Aha, várjál. Viszont így most nem tudom a manuálist állítani. Mivel a homlokrakodós a kicsike is, én ugyanarra állítottam. De egyébként milyen jó, hogy még a izét is működteti. Jó, gyerekek, szerintem elbúcsúzom. Mert mindenképpen kell állítanom az irányításon. De ezzel elmegyünk kimenteni azt a gépet, visszahozzuk ezt, és akkor utána innen folytatjuk. A muszáj. Ó, végre legalább egy MTZ-t kipróbáltok. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsó, mincs, hogy résztál!